Meghökkentő mesék. Bárány sült hentes némódra. A most következő történet ötletét jó barátomnak, a James Bond kitalálójának, Ian Flemingnek köszönhetem. Egyszer Vermontban töltöttünk egy hétvégét, és egyik este báránycombolt vacsorára, ami olyan száraz és rágos volt, hogy Ian megjegyezte, hogy biztos a fagyasztóban állt már vagy 10 éve. Az Ian szakácsot le kéne lőni. Nem válaszoltam. Én sokkal érdekesebb büntetést találnék ki az asszonynak. Így született meg a következő történet. Kiszaladtam a boltba, mielőtt bezárt volna. Szép friss volt a brokkoli, úgyhogy vettem. Ó, és a kedvencedet? Túrótortát. Patrick! Patrick! Drágám! Uramisten! Halló! Ki beszél? Én vagyok az. Mrs. Marnie. Én vagyok Marnie nyomozó felesége. Igen, igen. A férjem Patrick meghalt. Igen, egész biztos. Jaj, kérem, jöjjenek, siessenek gyorsan. Nem nyúlhatok hozzá, drágám. Azt mondták, nem szabad. Pat, jól hallottam a címén. Figyeljék a bejárati ajtót, nem jöhet be senki. Meghalt. Mondja meg. Sajnos igen. Nem. Figyeljen, Mary. Az nem lehet. Jöjjön velem, menjünk a konyhába. Nem, nem maradhat itt, jöjjön szépen, segítünk. Nem lehet. Menjünk, ez az. Jöjjön csak, úgy, kimegyünk a konyhába. Erről van szó. Úgy. Jól van, jöjjön. Ez az, jöjjön csak. Erőszakos behatolásnak semmi nyoma. Hívják a törvényszéki szakértőt, nézzenek fel az emeletre. Nyugodjon meg, Méri, kézbe vesszük az ügyet. Jól van. Jöjjön, üljön le szépen. Ez az, így né. Adhatok önnek valamit? Kér inni? Viszkit? Egy pohár vizet? Vizet. Tessék. Itt van. Ezt igye meg. Patrick. Jót fog tenni. Patrick. Én örülök, hogy magát küldték, Jack. Jól van. Patrick, olyan nagyra tartotta magát. Én is kedveltem őt. Jól van, nyugodjon meg. Semmi baj, csak sírja ki magát. Ez az, nem baj, sírjon csak. Jobb lesz mindjárt. Ez az, jól van, jól van, jól van, jól van. Úgy van, igen, ez az. Csak sírja ki magát. Már is. Ez nem lehet igaz. Igaz? Jól van. Figyeljen rám, Méri. Figyeljen rám. Mesélj el, hogy mi történt, jó? Nem kell kapkodni. Van időnk, ráérünk. Sam. Sam? Én csak
Én kiszaladtam a sarkiboltba, a Szemszbe. Értem. Csütörtökönként étteremben szoktunk vacsorázni. De Petrik ma itthon akart maradni. Nem is zártam kulcsra az ajtót. Na jó, azt hiszem, hogy egy kicsit előre szaladtunk, Méri. Azt szeretném, hogy próbáljuk meg az elejéről, jó? Onnantól, amikor Petrik hazajött. Igen, erről van szó, pontosan. Körülbelül 5:45 lehetett, amikor hazajött. Korábban jött haza a szokásosnál, ami nála ritka dolog. Ahó! Petrik! Drágám! De örülök, hogy korábban jöttél. Fáradt vagy? Hogy vagy? Mindketten jól vagyunk. Hozom az italodat, már kikészítettem. Képzeld el! Ma megint rugdalózott. Igazán? Talán focista lesz belőle. Szódavizet? Nem, tisztán kérem. Tisztán? Miért ne? Jaj, szegénykém. Kikészít ez a sok munka, ugye? Ma mi történt? Hát csak a szokásos. Egy rabló támadás, 2 súlyos testi sértés, aztán kifogtunk egy holttestet a folyóból. Megvan a napi norma. Elég borzalmasan hangzik. Az emberek borzalmasak. De nem mindenki. Mi azt, te nem iszol? Nem. A baba miatt. Okos dolog. Hagylak, nem muszáj beszélgetnünk. Látom, fáradt vagy. Nem, nem zavar. Tudod mit? Figyelj csak, hozok neked valamit enni. Sajtot, meg sós kekszet. Ma nem főztem vacsorát. Tudod, csütörtök van. Van kedved elmenni? Nem, nincsen. Ma nem eszem kínait. Jó, ahogy gondolod. Tele a mélyhűtő, elugrom a sarkiboltba. Értsd meg, hogy nem vagyok éhes. Most még nem, de később csak megéhezel. Nem? Van lefagyasztva étel. Te meg ez az új mélyhűtő. Tényleg nagyon praktikus. Csak zöldséget kell vennem a boltban. Milyen húst szeretnél? Marhát, sertést vagy bárányt? Jó előre ki kell vennem, hogy felengedjen. Értem. Szóval Pet nem viselkedett szokatlanul. Nem. Nem volt semmi szokatlan. Azt mondta, hogy túlfáradt. Nem volt kedve elmenni. De ezt már mondtam, ugye? Jack, az orvos akar beszélni. Jól van, megyek. Csak egy perc az egész. Maradjon itt. Mindjárt folytatjuk. Az orvos szakértő szerint 17:30 között állt be a halál. Na és az új lenyomatok? Eddig csak a sajátja és a női. Valami nehéz tárgyat keressen, kapitány. Egyetlen erős csapás érte a fejét, és nem számított rá. Tisztán. A viszki, szódavíz nélkül itt a tisztán! Mivel üthették le, fény tárgyal? Meg lehet.
Aminek nyele is van, azzal még nagyobbat lehet ütni. Mire várnak? Kezdjék már el a keresését! A fiúk már csinálják. Minek néz maga minket? Hát persze. Sajnálom. Csak felkavart a dolog, hogy Petről van szó, hogy pont vele történt. Dulakodásnak semmi nyoma, egyetlen hátulról jövő ütés. A tarkója úgy néz ki, mint egy... jobb, ha a saját nem szükséges, látja. Hiszek magának, doktor! Harry, nézzenek be a sarkiboltba, Samuels vegyesbolt, meg fogják találni. Már is megyünk. Ismerőse gyanakszik? Előbb meg kell találni a gyilkos fegyvert. Akkor meg lesz a gyanúsított? Igen, ahogy mondja. Töltsek még egyet. Inkább ülj le! Mi a baj, Patrick? Nem akarsz mégis elmenni vacsorázni? Nem. Akkor kimegyek a boltba, mielőtt. Ülj vissza, nem kell nekem semmi! Csak kell enned valamit. Figyelj már rám egy kicsit! Jól van, figyelek! Mondd! Mondd! Van valami, amit el kell mondanom neked. De hát mi az? Ó, Patrick! Jogod van tudni. Úgy értem, a tisztesség úgy kívánja, hogy megmondjam a dolgot. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Én nem Barbarának tudom, hívják. Nem egy hirtelen kaland. Már 4 hónapja tart. Igen. 4 hónapja együtt vagyok egy másik nővel. Az az igazság, hogy ez egy komoly dolog, nem csak egy futókaland. Ülj már vissza! Sokat tépelődtem magamban. Azon, hogy hogyan mondjam meg. Mert jogod volt tudni. Bármennyire rosszkor jött is. Pont most, hogy... Szóval érted. Próbáltam neki ellenállni, de... Természetesen lesz rátok gondom. Te és a baba nem szenvedtek hiány semmiben, megígérem. Nem vagyok magamra büszke. Nagyon sajnálom. Őszintén mondom. Szeretném, ha ezt elhinnéd nekem. Szeretném elkerülni a nagy felhajtást. Abból csak gondom lenne a munkahelyen. Nem vetne rám jó fényt. Ez mindannyiunk számára fontos. Barbarát ne hibáztasd. Nem ő tehet róla. Megyek, csinálok vacsorát. Mondtam már, hogy nem vagyok éhes.
fel fogok ébredni. Hamarosan. Bárányt kértél, igaz? Semmit nem kérek, úgyis megyek el itthonról. Nem. Nem. Nem mehetsz el! Drágám, csak kiszaladok a sarkiboltba. Jó estét, Sam. Jó estét, Sam. Ma este otthon vacsorázunk. Bocsásson meg, Méri. Sajnálom, hogy itt kellett hagynom. Mondja, mit csinál? Én csak gondoltam... Krumplit főz? Igen. Köretnek a bárányhoz. Nézze, Méri. Erre semmi szükség. Adja csak. Úgyni. Törölje meg. Jöjjön csak. Jöjjön, üljünk le. Ez az, nagyon jó. Üljön le. Így már mindjárt más. Sajnálom. Érthető, hogy kicsit összezavarodott. Na most, ott tartottunk, hogy épp a boltba készülődött, igaz? Mi volt a benyomása Mrs. Marnie-ról? Ó, nagyon gyönyörű asszony. Úgy értem, mindig öröm kiszolgálni egy ilyen kedves vásárlót. Ugyan már, nézni csak szabad, az még nem bűn. Vagy igen? Igaz, hogy már zárva voltunk, de azért még kiszolgáltam. Ó! Egy pillanat, Mrs. Marnie, már is kinyitom. Ne haragudjon, hogy zavarom, Sam. Nem gond. Tudom, hogy már bezárt. Semmi probléma, Mrs. Marnie. Épp takarítottam. Nagyon kedves öntől. Hogy van, kisasszony? Remekül, köszönöm. Akkor jó. Féltem, hogy már nem lesz itt. Kéne vennem egy kis krumplit. Igen? Az a brokkoli is jól néz ki. Ó, igen. Ma hozták friss fél kilót. Jó lesz, köszönöm. Patrickkel úgy döntöttünk, hogy ma otthon vacsorázunk. A helyi bűnözőktől kapott egy szabad estét. Igen. De hát azt hittem, csütörtökönként a kínaiba mennek. Teszek rá egy kicsit pluszba. Aztán azt mondta még, hogy kér krumplit is. Egy kiló jó lesz? Igen. Csütörtökönként tényleg étteremben szoktunk vacsorázni, de ma inkább otthon maradunk, kényelmesen. Mi lesz a vacsora? Báránysült. Értem. Mondja csak, fagyasztva tettem a sütőbe. Maga szerint jó lesz így? Hát... Így vagy úgy, szerintem nincs jelentősége. Van, aki felolvasztja, de felesleges. Na, és a desszert? Fagylaltot gondoltam. Nem, várjon csak, van jobb ötletem, várjon. Túrótorta, mazsalával. Tudom, hogy a férje szereti a túrótortát, ő maga mondta egyszer. Finom, friss, isteni, érdemes megkóstolni. Akkor kérek belőle. Úgy jó lesz. Hát, pontosan egybeesik azzal, amit az asszony mondott. Ezek szerint a gyilkos odakínólálkodott. A szomszédok mit mondanak? Nem láttak semmi gyanúsat. El tudja képzelni, hogy egy nő lehetett a tettes? Egyelőre elképzelésem sincs. Miért? Csak tudja, arra gondoltam. Mire? Hát Petről az a pletyka járja, hogy elég nagy gyilcsábász volt. Ugyan már. Nem! Ne vigyék őt el! Vigyék kérem, már, menjenek, gyerünk, Méri! Hagyja abba, el kell vinnünk, nem maradhat itt! Nyugodjon meg, Méri! Uralkodjon magán, szedje össze magát, Méri! Hagyja abba, Méri, elég legyen! Nem! Jól, nyugodj, semmi baj. Méri, talán jobb lenne, ha egy időre elköltözne a testvéréhez, vagy a mai éjszakát tölthetné az én házamban is. Jim majd gondját viseli.
Akkor dőljön le az emeleten. Ott már végeztünk. Jack, sokáig tart még ez az egész. Egy darabig még biztosan. A gyilkos nyilván a távollétében támadt Patrick. Nem zártam kulcsra az ajtót. Ne mondja ezt, Mary! Én tehetek róla. Ne önmagát hibáztassa! Minden rendőrnek van ellensége, ez sajnos a munkával jár. Ha sikerül megtalálnunk a gyilkos eszközt, az elvezet az elkövetőhöz is. Patricket már semmi sem hozhatja Na vissza. Jól, jöjjön szépen ide. Igyon valami erőset. És maga? Maga nem iszik velem? Én még szolgálatban vagyok. Patrick, biztosan elnézné magának. Különösen egy ilyen este után. Gondolja. Na jó, talán egy keveset. Annyi nem árt meg. Jó, Istenem. A bárány sült. Teljesen elfelejtettem. Hány óra van most? Fél kilenc van. A vacsora. A konyhában sül a vacsora. Ne aggódjon, megyek és lezárom a sütőt. Megtenné? Hogyne. Jack! Mondja, nem ennének belőle egy kicsit. Nekem egy falat sem megy le a torkomon. Nos, én... Kérem, és szóljon a többieknek is. Nem volt módjuk vacsorázni, és mondta, hogy itt még egy darabig eltart a munka. Tegye meg, kérem. De szép. Hát ez csodásan néz ki. Jól néz ki. Nagyon szakszerűen vágja a húst, Jack. Tudja, jó apám hentes volt. Akkor nem csoda. Igazán egy profi. Főzött nekünk, nem? Igen, nagyon finom. A doki azt mondta, hogy betört a koponya. Mivel csinálhatták? Kalapáccsal. Valami nagyon kemény fémtárgyal. Egész biztos. Ülő kérdése, és megtaláljuk. Ha megvan a fegyver, meg lesz a gyilkos. Ha valaki előléptetésre pályázik. Kérlek, ezt muszáj volt. Szerintem itt kell lenni a gyilkos eszköznek. Bármi lehet. A csavarkulcs. Vajon a gyilkos magával vitte? Dehogy. Illetve... Még valaki? Azért az egészet ne edjük meg. Az asszony kérte, hogy edjük meg, hogy ne maradjon a nyakán. Szívességet teszünk neki, hogy megesszük. Nem csodálom, hogy nincs étvágya. Ráadásul ezt még Patricknek sütötte. Milyen mód? Na jó. Vár a munka. Gyerünk. Dál-magyar hangja Bicskei Tibor. További magyar hangok. Orosz Anna, Barabás Kis Zoltán, Tóth Roland, Varga Tamás, Úri István. Magyar szöveg Tóth Balázs. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Somló Andrea. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.